Pedig köszöntjük Sebő Ferenc Kossuth Díjas énekest, dalszerzőt, népzenekutatót, a nemzetművészét a stúdióban. Jó estét kívánunk! Hogyan emlékszik vissza az első találkozásra József Attila költészetével? Hát egyetemista koromban jutottam hozzá, és engem megdöbbentett a kifejezésnek ez a tömörsége, ez a képszerűség, független attól, hogy miről szól, vagy miről nem szól. Tehát ez neki egy nagyon nagy adottsága volt, hogy ilyen tömören tudott fogalmazni. És hát én úgy lelkesedtem, hogy mindenkinek mutogattam, meg felolvastam, és hát anyámnak is, miközben éppen mosogatott szegény, hogy jöttem különféle versrészletek, és láttam, hogy nem érdekli. És vele próbáltam ki először, hogy énekeltem. És akkor már fölkapta a fejét. Hát mondom, ez működik, úgy látszik. De jó. Minden vers megzenésíthető József Attilától? Nem. És mástól se. Tehát a vers műfaj az annyira sokágú lett közben, hát azért itt 2000 évről beszélgetünk, vagy még talán többről, hogy kialakultak olyan műfajok is, amelyek nem éneklésre születtek. De azt viszont kevesen tudják, hogy a maga a vers, mint olyan, az énekszövegnek készült. Igen. Tehát nem is tudták másképp, mint énekelve. És én amikor azt dalnok hittem, így hívták régen. Igen, igen, de meg kötött formák éltek, meg voltak a dallamok. Tehát én a népdalnál láttam aztán azt, ami egyébként a túlélője az énekelt versnek, hogy hogyan használják a hagyományban élő emberek, hogy tudnak egy csomó dallamot, tudnak egy csomó szöveget, és ezt cserélgetve, ami éppen tetszik, azzal mondják el a verset. Egyébként azt szoktam mondani, hogy József Attila költészete hasonlít a népdalokhoz, vagy a nagyon sok népdalszerű formát használt fel. Tehát például a Tedd a kezed homlokomra, az olyan, mint egy moldvai népdal. És meg is történt velem, hogy mikor Svédországban a Benke Rózsi nénével egy idős moldvai asszonnyal turnéztunk, és ezt házi buliba énekeltük, akkor egyszer csak éreztem a kezét a vállamon, és azt mondja, Ferike, ezt írja le nekem, ilyen nagy betűkkel, hogy el tudjam olvasni. És mondom, minek az magának Rózsi néni? Olyan szép szók vannak benne. Jaj, de szépen mondta. Bocsánat, de engem nem hagy nyugodni egy valami, jó, oké, mert hogy nem minden, ez tulajdonképpen te dobtad fel a labdát, hogy nem minden vers megzenésíthető. Volt olyan József Attila vers, amivel sokáig birkózott, de nem lett belőle dal? Nem így dolgoztam én. Nekem úgy bepottyantak ezek, hogy egyszer csak hallottam egy zenét. És egyébként annyi történt, hogy ráismertem a formájára. Mert ezek a zenei formák, ezek megfoghatók, ezek ilyen könyvekbe tárgyalják a formáknak. Hát, tulajdonképpen megszülte magát a zene a igen, igen, keresztül. Igen. Tehát úgy jártam, mint a Csorba János bácsi, széki parasztember, akit én sokat gyűjtöttem. Egyszer csak énekelte nekem, hogy Szilágyi Erzsébet levélét megírta. Na, János bácsi, ezt honnan vette? Hát az édesanyámtól tanultam. És ő honnan vette? Hát az iskolába tanultam. Na, de mondom, a dallama, hát mire hazaért, már ráhúzta erre a dallam. De jó. Így működött az énekel. Magától. Igen, mint ahogy az előbb hallottuk, hogy ki kívánkozott, nem biztos, hogy vers lett előle, de aztán mégis úgy lett. De minden szembe jövő verset nem lehet megzenésíteni, ezt én túlzásnak tartom, és ezek rosszak is. És akkor az is igaz, hogy bár azt nyilatkozta, hogy műfajt teremtettek vele, de végül is akkor visszafordítva a most beszélt gondolatot. Igen, rosszul tudtam én ezt. Én ezt akartam mondani, igen. Tulajdonképpen ezt most itt a librettóban kiderül, visszafordulunk, hogy tulajdonképpen megvolt az, vagy önmagától újra teremtődött önáltal. Valami olyasmit kezdtem el megint csinálni, ami már régen, igen, évszázadokon keresztül. Egyébként itt a Berek Attival közös estekre gondoltunk, amik tényleg akkoriban, igen, hát úttörő számba mentek, de tényleg jó a gondolat, hogy tulajdonképpen ez újra teremtette magát. A Berek Atti kint járt a kollégium, 69 vagy 70 tájban, és oda tuszkoltak a diáktársaim, hogy művészné, hallgassa meg ezt az őrültet, az énekli a József Attilát. És a Berek Atti volt olyan vagány, hogy azt na hallgassuk meg. És amikor meghallgatta, azt mondta, na akkor jövő szerdán találkozunk az egyetemi színpadon. Ennyi volt a taktikai megbeszélés, és már ott muzsikáltunk vele. És aztán ő is bekapcsolódott, mert aztán ő is muzsikált. Hogyan fogadta ezt a közönség? Tehát, hogy nagyon jó. Az úttörőket. Hát nem tudtam volna csinálni, ha nem lett volna fogadókészség. Rögtön ráhangolódtak? Igen. Hát először csak a kollégiumban próbáltunk csajozni a Bélával, az egész arra ment ki, de aztán az nem jött be, mert a jó csajokat mindig elvitték, mire mi abba hagytuk a muzsikálást. Viszont rájöttünk arra, hogy ez nagyon sok embernek tetszik, és akkor már egy szórakoztatós számot csináltuk.
Bocsánat, hogy tapogok, csak mert nekem van egy ilyen berögződésem, hogy bizonyos, az én életemben vannak költők, akikkel még nem tudtam találkozni, pedig vannak, és vannak költők, akikkel már találkoztam, és hál' Istennek, mert már megérettem rá, és úgy érzem, hogy később is, meg másokkal is beszélni, és önnél is, hogy József Attila valahogy a fiatal fiatal lendületével, vagy én nem is tudom mivel, de hogy fiatalkorban találkozik József Attilával az ember. Tehát nem kell hozzá úgy megélni. De bocsánat, én meg ezt most tovább gondolom, hogy fiatalkorban csak úgy betör, nekem is betört József Attila, és aztán amikor az ember érik, a korral együtt máshogy tör be az újra. Egy dolog, van egy az következő. Egy dolog. Én velem csak annyi történt, hogy egyre több verse kezdett érdekelni. Tehát vannak fiatalkorban bizonyos dolgok, rejtelmek, hetedék, ilyesmi, én ezzel kezdtem. De utána, igen, de ezek berántják az ember. Berántják, de hát ugye ezeket az esteket csináltuk, az mindig arról szólt, hogy a Berek Hati vagy a Jordán Tamás mondja a verseket, és akkor én néha megszólalok, azt akkor megint mondja tovább, és akkor az Elégia, meg a Hazám, meg ezek a nagy versek, hát minden mondata beült nekem, és egyre több dolgot láttam benne, hogy ők ezt mondták, és még az is előfordult, hogy mikor mondott egy mondatot, a Tamás is például, akkor én már hallottam a következőt. Nem tudtam volna elmondani, de mégis hallott. Úgy már visszhangzott a következő mondat, és milyen jó, mert egyszer kihagyott a Tamás, nem jut eszébe a következő. És akkor bemondtam neki, és mentünk tovább szépen. Azért arról se feledkezzünk meg, hogy természetesen nem csak József Attila verseket zenésítettek meg, például Vörös Sándor csodálatos verseit is. Vörös Sándor, meg Nagy László, meg Szécsi Margit, aztán később, hát klasszikus antiköltőket is, például Horácius-t, Radnóti fordításában, a Lidiához címűt, ezek már időmértékes versek is volt, tehát az is egy műfaj volt az időmértékes vers, ami közben elvesztette a zenéjét, de a balkáni folklórban még mindig él. Uh-huh. Azok az aszimmetrikus ritmusok, amiket ők táncra használnak, azok a klasszikus antik, meg görög versek, meg latin versekben, ezek mindenki számára természetes volt. Ezt tanították az irodalomtörténetben, de azon fura volt zene nélkül, hogy hát hosszú meg rövid szótagok váltakozása. Igen, ez csak matek. Ez csak matek, igen. De mikor rájöttem, hogy a Balkánról megtanultam ezt a hangvételt, hogy ezzel ezt el lehet énekelni, hát akkor mindjárt kinyílt egy világ. Előttünk is világok. Nyilván. Köszönjük szépen. Természetesen, amikor hallgatjuk vagy olvassuk a verseket, nagyon szépen köszönjük, hogy itt volt.